Én nem akarok egy olyan helyen felnőni, ahol az életet adó oxigén nem létezik. Őszintén az az igazság, hogy engem kifejezetten megijeszt, és félelemmel tölt el, hogy ennyire borzalmas levegőnk van. Az Európai Bizottság Magyarországot az Európai Bíróság elé citálta, amiatt, mert folyamatosan határérték felett van a kis részecske szennyezettség. Alapból országos szinten a fűtésből jön a legtöbb légszennyezettség, de egy budapesti belvárosi környezetben viszont már a közlekedés a főfelelős. Igen, azt gondolom, hogy drámai a helyzet, és ennek a helyzetnek a nehézsége az is hozzátartozik, hogy a budapesti polgárok nincsenek még teljesen a tudatában annak, hogy milyen veszélyt jelent rájuk a városi levegő. A klímára kitér az oktatás keresztelbe, vagy csak azt számít, hány törtet osztottál ma? Az iskolámtól egy sarokra, a Rannóti és a Pozsonyi út sarkán naponta átlagosan 5900 autó halad el, és ez csak egy kereszteződés. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy az autók szennyezik be Újlipott várost. Hogyha így folytatjuk, akkor nem lesz elég tiszta levegő, amit veszívadnánk. Greenpeace Tiszta Levegőt kampányában idén tavasszal úgy döntöttünk, iskolák környékén fogjuk mérni a levegőszennyezettséget. Helyeztünk el olyan eszközöket, amik a levegő nitrogén-dioxid tartalmát mérik. Ez a közlekedésből származó, súlyosan veszélyes gáz kisgyermekeink egészségét kifejezetten veszélyezteti, hiszen a tüdőn keresztül azonnal a véráramba kerül, koncentrációs nehézségeket, légzési problémákat, vagy akár keringési zavarokat is okozhat. A tavaszi méréseink során közzétett eredményeink nagyon sok szülőt elszomorítottak, illetve aggodalmukat kifejezték a legkülönfélébb akciókkal. Sokan az interneten kezdtek el szerveződni, illetve megosztani egymással félelmeiket, illetve az egyik szülő a legszennyezett. Szóval én engem kifejezetten félelemmel tölt el, hogy a Greenpeace-es levegőmérések szerint itt az Újlipótvárosban ennyire borzalmas lenne a levegő, ahol én nem csak tanulok, hanem lakok is. Én itt élek és itt járkálgatok minden nap, ahol ilyen borzalmas és borzalmas levegő van a hajók és az autók miatt. Borzalmat kihallott a kezeket föl! Szóval, hogy úgy kezdődött az egész, hogy márciusban csatlakoztam tök véletlenül a Facebookon egy Greenpeace felhívást láttam, amiben iskolákat kerestek, akiknél mérhetnék a nitrogénoxidok értékét az iskolák környékén, és akkor én ebbe becsatlakoztam. És akkor ki is raktuk ezt a mérőműszert itt a Katona Pozsonyi sarkon, ami két hétig kim volt, és akkor a tavaszi szünetben derült ki, hogy nagyon, ezek az eredmények, és akkor kiderült, hogy persze ezek tök rosszak. És akkor én csináltam egy légszennyezés projektcsoportot, amiben elmondtam, hogy ez az értékünk van, és hogy
elkezdtünk tanulni erről, hogy akkor mi a légszennyezés, milyen okai vannak, milyen hatással van ez a gyerekek, a felnőttek szervezetére, és akkor persze beszéltünk a klímaválságról, Grétáról, stb. Tehát ezek is szóba kerültek. A gyerekeknek meg ez már most így talán egy kicsit ilyen természetesen is jött föl, tehát amikor megkérdeztem, hogy na, akkor mit csináljunk, hát, jó, hát tüntessünk, hát nyilván tüntessünk. És akkor mondtam, hogy jó, akkor tüntessünk. A kormányzat tudja, hogy cselekedniük kellene, hiszen ugye a bírósági eljárás, a kötelezett szegési eljárás miatt rá vannak erre kényszerülve. Elég szomorú egyébként, hogy a évi több mint 10 000 magyar idő előtti elhalálozása önmagában nem késztette cselekvésre őket. Nyilvánvaló, hogy lépésenként kell haladnunk, és vállalnunk kell bizonyos társadalmi konfliktusokat is annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassunk. És általában véve az a politikánk, hogy csökkentsük az autóforgalmat. Mi azt gondoljuk, hogy egy olyan városban, ahol a levegő minősége ilyen rossz, az, hogy autót használunk a városban, ez nem egy magától értetődő dolog, és az ezzel kapcsolatos kényelmi díjat azt gondolom, hogy a közösség érdekében használni kell. Mikor akarjuk? Arról szeretnénk volna tájékoztatni mindenkit, hogy a klímavészhelyzet milyen szintű. Nem akartunk egy komplett sajtótájékoztatót tartani, meg órákon lehet beszélni. Mi röviden tömören akartuk. Gratulálunk! Hát, felborítani a tétlenek asztalát. Ez magától értetődő volt. Én nagyon örülök, hogy ő egy aktív polgár lesz, majd, hogyha felnő, mert jó, hogyha vannak ilyen emberek a világban. De az a helyzet, hogy annak sokkal jobban örülök, hogy ez az ő személyes döntése volt, hogy társaival együtt szervez egy ilyen tüntetést. Nekem, mint szülőnek valójában az a dolgom, hogy megóvjam őt a rossz döntésektől, és segítsem őt abban, hogy a döntéseiben vállalt céljait elérje. Hát ugye én nem csak politikus vagyok, főpolgármester, hanem apuka is, és van egy 10 meg egy 20 éves gyermekem, és ők is nagyon aktívak ezekben az ügyekben, és nekem nagyon-nagyon pozitív ez az új jelenség. Én úgy látom, hogy a gyerekeket már nem kell meggyőzni, az idősebb korosztály talán inkább. Én most a politikusokhoz szólok. Az, ami Újlipót városban történik, nem mehet így tovább. Ezek a követeléseink. Több fát Újlipót városban. És természetesen a következő lépés pedig az, hogy a város zöldíteni kell. Nagyon sok fa hiányzik ebből a városból. Meg kell állítanunk azokat a beruházásokat, amelyek a minőségi zöld felületek rovására valósulnak meg, és átállítani a fejünket abból a szempontból, hogy a 21. századi városban a fák a legjobb szövetségeseink. És hogy elindítani egy olyan átgondolt zöldítési programot, ami a belvárost is eléri, és itt vállalunk el azt a társadalmi konfliktust, hogy fel kell szabadítanunk közterületeket a zöldítés érdekében, és bizony itt is az autó használat egy szűk keresztmetszet, hiszen a legértékesebb közterületeink jelenleg parkolók. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy egy bátor politikának sokkal nagyobb támogatottsága van, mint talán sokan gondolnák. Tehát az eddigi közelemi kutatások azért mutatják azt, hogy ez a fajta zöld érzékenység, akár a klímaváltozás ügyében, akár a levegő minőség ügyében, azért ez érik, de azt gondolom, hogy van még itt megbeszélni valónk. És az egyik gyerekszervezőnek ma van a 10. születésnapja. Boldog születésnapot, Ábri! Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot! De nyilván a szülőknek a fő motivációja határozza meg azt, hogy mi történik egy család életében, és emiatt a mi felelősségünk szülőként nyilván sokkal nagyobb. Tehát ilyen tanárként tehettek egy csomó mindent, de hogyha ezt a szülő nem támogatja meg, akkor eléggé egyedül vagyok, és én azt látom, hogy itt azért elindultak ebben a közösségben olyan változások, meg olyan életmódbeli változások, amik tök jó irányba vezetnek, majd reméljük. Úgy gondoljuk, nem
nincs idő várni a döntéshozókra, és a szülőknek azonnali kiállásra van szüksége a tiszta levegőért. Gyermekeink egészsége forog kockán, nem várhatunk többé, muszáj alternatívát találnunk, példát mutatnunk egymásnak, és visszaadni az utcát a gyalogosoknak. Amikor elkezdtük ezt a tüntetést szervezni, az volt a fő pontunk ebben a témában, hogy Újlipótváros levegője iszonyúan szennyezett, és mi nem akarunk itt fulladozni egy szennyezett levegőben, nem akarunk itt leélni az életünket, mi szeretnénk egy biztonságos, élhető helyen felülni. Ez a kráter volt a Balaton! Igen. Ez az! Mi vagyunk a változás, hangja, ritmus, a föld szíve, halljunk meg titeket, Budapest! Érzitek?